meg annyi formája van a tavaszi tisztító kúráknak. Mi is próbálunk ezeknek utána járni. Az Újpesti Sminksuliban találtunk egy olyan módszert, amely nem csak méregtelenít, de a fogyókúrázóknak is nagy segítség lehet. Wow! Ó, ez azért így kemény! Aztán! Kipróbáltam a köpölyözést, és gyorsan át is engedtem a terepet a modellünknek. Ez egy vérbőségfokozó masszázsolaj. Először ide a nyirokcsomókra fogunk enni egy picit. És a legelső lépés az, hogy megnyitjuk a nyirokcsomókat ezzel a gumiköpöly segítségével. Összenyomtam, vákum hatására beszívja a bőrt, és a vákum hatására a zsírsejtek nagy része szétroppan, és a nyirok keringéssel távozik végül is a szervezetből. És így nyitjuk meg a nyirokmirigyeket, hogy így húzogatom. A vérbőség masszázsula által pedig a vérerek kitágulnak, és így a sejtek meg a szövetek anyagcseréje is javult. Tehát a salakanyag sokkal jobban fog távozni. Most viszont át kell masszírozni egy erős mozdulatokkal a bőrt. Felkészítjük most a köpölyözésre a szöveteket, úgymond. Ez nem annyira kellemes. Egyszerűnek tűnik, de azért vannak nagyon fontos szabályok. Lehet látni, nyomom, érzem, ahogy így a sejtek le vannak teljesen tapadva, és ez ott megáll a bőr aljába, és egy idő után látszik a bőr felszínen. Mondjuk még a modellnek annyira nincsen, csak hogyha így összenyomom, akkor lehet látni egy pici narancsbőrt. Vízszintesen fogom csinálni, úgy feszesítünk vele, és ha fölfele meg lefele tologatom végül is, húzogatom, akkor meg a zsírsejteket roppantom szét, mert ez végül is fellazítja a letapadt zsírsejteket. És egyben méregtelenít is. Hát rosszabbra számítottam. Érzem, hogy ez a krém, vagy ez az olaj, amivel belettem kenve, ez így csíp egy kicsit. Lehet hallani, ahogy a zsírsejteket szétroppantja végül is, meg szétnyomjuk vele. Ennek mellékhatása egyébként lehet véraláfutás, meg ilyen lila foltok. Ez a vákum miatt van, ahogy az ereket ugye felszívja. A párom azt mondta, mintha lenyúznák a bőrt a lábamról. Persze azt nem árt tudni, hogy mint minden módszernek ennek is lehet növelni a hatékonyságát. Jó, talán rendszeresen járunk először, mi azért, sokat javult egyébként a narancsbőr. És szerintem, amikor még függ, az a folyadék, hogy kimenjen folyadékot. Szerintem, hogyha napi 3 liter folyadékot megiszik az ember, akkor jelentősen tud javulni. És nem csak a mozgás, az egészséges táplálkozás, valamint a víz az, ami igazán elősegítheti szervezetünk megtisztulását, egyben a narancsbőr eltüntetését is. Ugye bár a sejtek 90%-a víz, és azt úgy kell elképzelni, mint egy szőlőt, mint egy fürt szőlőt, vagy egy szemszőlőt, hogyha az teli van lével, akkor szép egészséges, viszont hogyha nincs elég folyadék benne, akkor mozsola lesz belőle, és a sejtjeink is így működnek végül is. És ez mind a bőrön is meglátszik, meg a hajunkon is meglátszik ugyanúgy. Persze a zsírbontásra is több módszer létezik. Az ultrahangos kezelést, azt még tudom javasolni, mivel az ultrahanggal a bőrnek mélyebb rétegeibe tudjuk bevinni a hatóanyagot. És ott is ilyen zsírégető, vérbőségfokozó, például az alga, azt tudom kiemelni, azt visszük be a bőrnek a mélyebb rétegeibe. A köpölyözés inkább erőteljes méregtelenítő, de egy-két kezelés is néhány centi mínuszt jelent. Ugye attól is függ a látvány, hogy mennyi a ledolgozandó. Általában magamon szoktam kipróbálni, mert mint a köpölyözést is, tehát én is tudom, hogy az nem egy kellemes dolog. De tényleg megéri. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy nem mindenkin alkalmazható. Viszeres lábakon,
Tehát akinek nagyon visszaerős, azon nem szabad csinálni, mert elég súlyos bajokat lehet vele csinálni, tehát nem egy veszélytelen módszer. Például a terhességnél egyáltalán nem, azt nem lehet. Aki vérzékeny, tehát akinek olyan betegsége van, hogy vérzékeny, azoknak sem. És aki ödémára hajlamos, azoknak sem ajánljuk azért ezt, mert eléggé megszívjuk a bőrt. Itt ezt most ki fogom kerülni, mert ha megszívom, akkor el is pattanhatok ár az ér. Úgyhogy az ilyen területeket ki kell kerülni, tehát ott nem lehet végezni köpölyözést. A combok és a fenék mellett egy másik igen kényes terület is van. Itt a hasnál az a lényeg, hogy körbe-körbe és a köldökön nem szabad átmenni, mert úgy köpölyözünk itt, mint az emésztés megy. Így az emésztést is valamilyen szinten, mert itt ugye itt a gyomor, itt vannak a belek, a vastag és a vékony belek, azokat így stimuláljuk, úgymond. És mondjuk, hogyha a salakanyag le van rakodva valahol, akkor ezzel végül is meg tudjuk indítani. És akkor az emésztésünk is sokkal jobb lesz, és ugye azzal is méregtelenítünk. A köldököt viszont kerülni kell. Már köldöksérvet is tudunk vele akár okozni, mert ugye a vákum azt felszívja. A habatortán mégiscsak az, amikor kozmetikusunk befóliázza a már kellően kipirosodott bőrt. A tekercselésben meg az a lényeg, hogy nem szabad szorosan rá tekercselni a bőrre fóliát, hogy kapjon levegőt is a bőr. Meg a vendég ebbe akár haza is mehet, hogyha nem szeretne itt feküdni. Ági szerint mindegy, hogy ki milyen módszert választ, de az biztos, hogy tennünk kell az egészségünkért, és erre a méregtelenítés az egyik legjobb megoldás.